Mezőkövesd város önkormányzata által benyújtott és megnyert Mezőkövesd városi bölcsöde kapacitás bővítő fejlesztése című EMOP 4.2.1-es számú pályázata révén mintegy 40%-kal megnő a bölcsöde befogadó képessége. A bölcsöde kapacitás bővítő fejlesztésére településünk mintegy 80 millió forintot nyert. A támogatás mértéke mintegy 65%-os. A Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló projekt teljes összköltsége meghaladja a 122 millió forintot. A felújítás keretében a bölcsöde épülete impozáns új szárnyal egészül ki. A korszerűsítés révén 4 új, modern csoportszobával bővül az intézmény. Fontos eredmény a munkahelyteremtés, hiszen 5 új gondozói álláshely létesül. A beruházás kivitelezését a közbeszerzési eljárás nyertese, a Victory Kft. Végzi. Ugye 26-án elkezdtük, és megkaptuk munkaterületként a bölcsöde épületét. A meglévő épületben gőzerővel elkezdtük a válaszfalak bontását, ajzatbeton burkolatbontását, illetve a gépész és elektromos alapvezeték cseréjét. A homlokzaton elkezdtük a hőszigetelést, a új részen, most az új bővítés épületén elkezdtük, illetve elvégeztük az alapozási munkákat. Most, mint jelenleg is látjuk, a főfalazás munkálatai folynak. A héten elkezdjük az árókoszorú, most elvégezzük az árókoszorút, illetve a jövő héten elkezdjük a tetőszerkezetet építeni. A meglévő épületben a következő időben, illetve jelenleg is a gépész, illetve elektromos alapvezetékelési munkálatok folynak. A jövő héten elkezdjük a hidegburkolási munkákat, illetve a szigetelést, illetve a betonozást. A bölcsöde régi épületének felújítási munkálatait szeptember 17-éig kell befejeznie a kivitelező cégnek.